Sziasztok, én Nyakas Gábor vagyok, köszöntelek az újabb podcastemben, amiben arról fogok beszélni, hogy a tanításhoz mit használjunk, jutalomfalatot, játékot, ha játékot, miért, melyik tanításnál, mit célszerű szerintem használni. Röviden ebben a podcastben erről fogok beszélni, de mint minden podcast elején most is felhívta Gábor kollégám a figyelmemet, hogy mondjam el, hogy iratkozzatok fel a Brancs YouTube csatornájára, és ugyanezt szeretném kérni a saját YouTube csatornámnál, hogy a Kutyaiskola Nyakas Gábor YouTube csatornájára iratkozzatok fel, már csak azért is, mert ezt is elfelejtem mindig mondani, hogy az itt elhangzott dolgokról egy sokkal részletesebb videót fogtok megtalálni a YouTube csatornámon, tehát az itt elmondott dolgok sokkal részletesebben fogom ott kitárgyalni. Aki pedig lát is, nem csak hall, azoknak itt bemutatom Queenie kutyusomat, aki ma a segítségemre lesz, vagyis hát itt van velem. Szóval, jutalomfalat vagy játék. Én azt szoktam mondani, hogy vannak gyakorlatok, amelyeknél a jutalomfalat a célra vezető, hiszen a jutalomfalattal azt érjük el, hogy a kutya figyelmes és koncentrált legyen irányomba. Queenie, nézd ide! Ilyenkor teljesen nyugodtan, figyelmesen, meleven, csukott szájjal, farokcsóválás nélkül kell, hogy rám figyeljem. Az, hogy kell, azért lehet, hogy egy erős túlzás, én ezt szeretem. Persze a tanítványaimnak, amikor tanítom a gazdikat, én már akkor is meg vagyok elégedve, hogyha a kutya nyugodtan, nem ugrálva, de egy kicsikét a farkát csóválva, vagy lihegve a gazdára figyel, aztán majd mindenki maga eldönti, mert ez nagyon fontos. Egyébként már néhány podcasttel ezelőtt erről beszéltem, hogy nem nekem kell megfelelni, mindig csak magadnak és a saját elvárásodnak kell megfelelni. Én nekem, a kutyakiképzőknek az a feladata, hogy megmutassuk, hogy amit el szeretnétek érni, azt milyen úton éritek el, és soha ne hagyjátok, hogy bárki, szomszéd, barát, ismerős, vagy éppen egy kutyaiskolás megmondja nektek, hogy jó vagy mikor jó, amikor a kutya megtanul valamit, vagy mikor elég jó, amikor megtanul egy-két dolgot. Queenie, gyere ide, közben nem kell az állványt földönteni. Hát igen, ez az ilyen műsorok varázsa. Szóval, én a jutalomfalatot akkor használom, amikor azt szeretném, hogy a kutya figyelmes legyen. Ilyen a koncentrációs feladat, aminek a lényege az, hogyha szeretné a kutya a nálam lévő dolgot, akkor nyugodtan is figyelmesen kell figyeljen. Egyébként ezt a labdánál is használom, de nem minden esetben. És ilyen például a póráz nélküli lábmelletkövetés. Nagyon sok esetben a jutalomfalattal alapozom, és utána kapcsolom majd csak a kutyának hozzá kedvenc játékát. Tehát amikor már érti és jól megy a kutyának, utána fogom a végén a gyakorlatot a csornak jutalomfalat helyett labdával, vagy a kedvenc játékával megjutalmazni. Most egy labda van a kezemben, aki néző, az látja. Én a madzagos labdákat szeretem, de én rohadtul szeretem ezeket az úgynevezett hurkákat is, hiszen azok a kutyák, amelyeket lehet jutalmazni labdával, amelyeknek kifejezett a zsákmányszerző ösztöne, azok nagyon szeretik ezeket a hurkákat is, és én azért szeretem egyébként jobban, mert már hallottunk olyanról sajnos, hogy a kutya lenyelt egy ilyen labdát és megfulladt, vagy majdnem megfulladt, viszont ezeket a hurkákat ezt nem lehet lenyelni, tehát ez ilyen pontban nem jelent a kutyára veszélyt, viszont nem is koptatja annyira a fogát, mint egyébként ezek a labdák. Azért jó minőségű labdák kevésbé koptatják a kutya a fogát, de kétségtelen, hogy amikor eldobjuk, különböző porszemek, kavicsok kerülnek rá a kutya csócsája, és bizony azok koptatják erősen a fogát. Ugye a hurkánál ez sokkal jobban szűrhető, hiszen ez nem fogja annyira magára szedni tapasztalataim szerint a külső piszkot, mint a labda. Persze a labdát is lehet rendszeresen takarítani. Szóval azoknál a gyakorlatoknál, amelyeknél nagyon fontos, hogy a kutya figyelmes és koncentrált legyen, mindig jutalomfalattal kezdem, és akkor eldöntöm az adott kutyánál, az adott gazdánál, az adott családnál, az adott szituációnál, hogy kell-e a labda. Általában a labdát, vagy ezeket az úgynevezett hurkákat, amikkel a zsákmányszerző ösztönére építünk a kutyának, vagy éppen azt szeretnénk, hogy azt élhesse ki. Ezeket olyan gyakorlatoknál használom, aminél a kutyát gyorsítani kell, aminél a kutyát jutalmazni kell. Ilyenek klasszikusan, még egyszer mondom, amikor megérti, hogy szabadon, póráz nélkül figyelmesen és pontosan kell jönnie mellettem, akkor a végén eldobom neki a labdát, vagy a szájába adom a hurkát és húzakodok vele, de ilyenek a különböző versenysportokból ismeretes, úgynevezett
előre meghatározott gyakorlatok, ugye a három ágazat őrzővédő sportban, az engedelmes munkánál, például az előreküldés, de nagyon jól lehet ezt használni sok esetben, akár a helyben maradásnál, hiszen vannak kutyusok, akik nagyon nehezen tudnak helyben maradni, és ha a jutalomfalatot használok ebben az esetben, akkor lehet el fog mozdulni nagyobb valószínűséggel irányomba, mint hogyha megfogom és oda teszem neki a kedvenc labdát, persze szigorúan csak a megértés és a gyakorlás szakaszában, hiszen a későbbiekben majd a labda is el fog tűnni előle, és a lényeg az lesz, hogy ha megérti a kutya, nyugodtan és figyelmesen marad mellettem, akkor megkapja a végén a labdát. De még egyszer mondom, kutyája válogatja, mert van melyik lehet, hogy pont a labdára fog megindulni, azoknál pedig ebben az esetben jutalomfalatot használok. Tehát, vagyis mondjuk itt a rövid videó végén, hogy nem lehet egyértelműen azt mondani, hogy a labdát, a játékot ekkor használom a kutyánál, és ekkor a jutalomfalatot, mindenkinek ki kell tapasztalnia a saját kutyájának a képességeit, saját maga képességeit, nagyon tudatosan, előrelátóan föl kell állítani a tanulás menetét, stratégiáját, pontosan tudni kell a gazdának, hogy mit szeretne megtanítani a kutyájának, mennyire szeretné, hogy a kutya azt hozza, tudja, hogy hol hozza a kutya mindenhol, vagy csak adott helyzetben, mint például a sportkutyáknál ugye a versenypályán, és hogyha ez megvan, akkor én azt gondolom, hogyha egy minimális segítséget kaptok szakértőtől, nagyon hamar meg fogjátok tudni határozni, hogy mikor labda, mikor jutalomfalat, de akár ezt magatoktól is, és ne felejtsétek el, itt a videó végén is elmondom, hogy iratkozzatok fel a Branch YouTube csatornájára, Kutyaiskola Nyakas Gáborral YouTube csatornájára, tehát az én YouTube csatornámra, mert ezeket a videókat, amiket itt röviden felveszek és elmondok, sokkal részletesebben és természetesen profi képvilággal fogom nektek bemutatni. Köszönöm, hogy itt vagytok, nem sokára jövök egy újabb adással. Sziasztok!